Köszöntöm a Weekend nézőjét, a mai adásban googolni fogunk Roma Ádámmal, utazunk 80 nap alatt a Föld körül, és a DJ-k világnapjáról is szó lesz, csak hogy néhány témát kiemeljek, és mozijegyekért is lehet majd játszani. Először azonban a Sóstói Múzeumfalu programjairól beszélgetünk Ácsor Ignác Gabriellával. Szia Gabi, jó estét! Szervusztok, jó estét mindenkinek! Hát hamarosan nagy ünnep a Sóstói Múzeumfaluban, hiszen ünnep az, amikor vége a télnek, ünnep az, amikor mindaz, amiért ti dolgoztok, az az érdeklődő látogatók szeme elé tárul. Március 15-én nyit ismét a Sóstói Múzeumfalu. Hát akkor mesélj, mi mindennel készültök? Hát köszönöm szépen, igen, éledezik a falu, ébredezik a falu. Mi már március 7-én megnyitottuk a kapuinkat, voltak is látogatók, és nagy élménnyel távoztak, de természetesen fel kell, hogy öltöztessük a teljes falut, tehát a házak kinyitásra kerülnek, és újra pompáznak majd textilekkel, cserépekkel, tárgyakkal, amitől még élőbb lesz a Sóstói Múzeumfalu és annak minden épülete, és bizony március 15-én nagy rendezvényen várunk mindenkit nagy szeretettel, egy olyan ingyenes napon, ami tulajdonképpen még fiatal a programok sorában, mert ugye a Sóstói Múzeumfaluban mindig a jeles napok és ünnepi szokások jelennek meg nagy rendezvényként is általában, de a nemzeti ünnep legalább annyira fontos nekünk is. Most szép lenni katonának, ezt a címet kapta az idei rendezvény, hiszen én azt gondolom, hogy a huszárok élete és maga a katonáskodás a magyar nép életére is rányomta bélyegét, és számtalan emléket őriz népdalainkban, táncainkban is, és minden egyéb dologban, és hát vendégünk a Kisvárdi Huszár Bandérium, akik egész nap egy interaktív huszártáborral várják a látogatókat. Betekintést nyújtanak így a gyerekek, családok számára a huszárok hétköznapjaiba, és hát természetesen nem csak a táborban fognak rostokolni, hanem csodálatos lovaikkal és egyenruháikkal a faluközpontba is megjelennek majd több alkalommal. Általában általában ágyudörgéssel fogjuk jelezni, hogy a huszárok újra színre lépnek, mert hogy korhű ágyúval és másolattal is érkeznek, tüzérekkel. Természetesen történeti előadást is fognak tartani, és egy picikét a lovas alaki ügyességi gyakorlatokba is betekintést nyújtanak majd nekünk az újlétai magtár előtt. Hát középpontban... Ahol egyébként van egy huszár, és van egy ló, úgyhogy pont erre gondoltam, hogy most húsvér huszárok és lovak természetesen lesznek. Tehát azért örülünk, amikor valóban a kisvárdi történeti hagyományőrzők jelennek meg Koszta Zoltán vezetésével. Egyenruha mustra, toborzó, történeti előadás, huszárfelvonulás, ez mind-mind az ő reszortjuk lesz, és ezt nagy szeretettel vállalták is. Ezen kívül, amikor 9 órakor megnyitjuk a kapuinkat, 10 órakor már egy olyan műsorral kedveskedünk, amelyet a Görbeszék Társulat Békés megyéből érkeznek, kifejezetten a 48-49-es szabadságharc emlékére készített, megénekelt Petőfi versekkel, és olyan versekkel és dalokkal, amelyek erősen kötődnek a népi kultúrához, és természetesen ehhez az emléknaphoz is. Azt követően 11 órakor a Guliba társulat huszárkodni szeretne a család apraja nagyjával. Már voltak vendégeink, és nagy öröm számunkra, hogy mindig sikerült igen nagy számban magukkal rántani a kedves látogatókat, egy kis játékba, egy kis mesébe, egy kis táncba. 12 órakor történeti előadás Koszta Zoltán és a kisvárdi huszárok segítségével, és itt ennen a pillanatán egy picikét behívjuk a kávét is, mert hogy a Pilvax kávéház az egy nagyon fontos helyszín, és arra gondoltunk, hogy megmutatjuk, hogy lehet, hogy a történelmet nem csak Lóháton, hanem a kávéházakban is írták, és Koch Kristóf Egerből baristaként egy picikét megmutatja a kávézás kultúráját, akár ezekből az időkből, vagy talán esetleg más időkből is. Nagyon jó volt, amiket mondtál, és közben azon gondolkodtam, hogy igen, mennyire fontos, hogy akár gyerekek, fiatalok, vagy kamaszok is legyenek, és egy kicsit át tudják élni ezeket az élményeket, mert nekem van egy olyan tapasztalatom, olykor-olykor azokat a történelmi
korszakokat újra tanulom a gyerekekkel, amit annak idején tanultam, és azt veszem észre, hogy az ember minél idősebb és minél több veszteségen van túl, és minél több emberi mélységet és magasságot élt meg, annál inkább bele tud helyezkedni abba, hogy milyen lehetett például egy szabadságharc, hogy milyen tragédia volt annak a letétele, hogy az aradi vértanúk valóban milyen tragédiát éltek meg, és a családjaik, hogy egyrészt az életüket adták, másrészt pedig nem sikerült a magyar szabadságot kivívni, tehát hogy valahogy ebbe bele kell nőni, és ezt az érzékenyítést elég korán el kell kezdeni ahhoz, hogy érezzük, hogy mit is jelent a magyar történelem, úgyhogy ez egy kiváló nap lesz, tehát a március 15, és jól értem, hogy ingyenes akkor ez a rendezvény? Így van, nemzeti ünnep alkalmával a múzeumokba ingyenesen jöhetnek be a látogatók. Én azért bízom benne, hogy amit az előbb említettél, hogy azon túl, hogy megértsék ennek az eseménysornak a fontosságát, én egy picit ugye bátorságra is buzdítanék mindenkit, hogy igenis nagyon fontos az, hogy összefogva közösségekben együtt, én azt gondolom, hogy a saját hétköznapjainkat is, a közös életet is egy kicsikét bátrabban, gazdagabban vagy élménydúsabban tudjuk megélni. Igen. Színesebben. Ami fontos most így tavasz kapcsán, hiszen ugye hát azért már lélekben mindenki, aki keletre az újjászületésre, a feltámadásra, húsvétra koncentrált, is gondolom. Így, mi is megtesszük ezt, még erre a napra azért, hogyha megengeded, még egy picit visszatérnék, mert fontos számomra, hogy a tánc, a magyar virtus, ez mindig megjelenjen. Szabolcs Néptánc Együttessel egy kicsikét bele is kóstolhatnak, mert egy jó magyar verbunk, ami vidékünkön azért nagyon híres, és azért megmutathatjuk, hogy hogyan is tudjuk mi ezt művelni, akár közösen is, közös erővel, és mi azért a háttérben már a húsvétra készülünk, következő nagy ünnepünk, és én itt azért szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy tojás díszítő versenyre fölhívjam a figyelmet, mert hogy szeretnénk, hogy ezzel is egy picikét újra közelebb hozzuk, hogy nem egy kényszerű otthonmaradás ez a húsvét, amikor várjuk a locsolkodókat, lehet ez egy örömünnep is, és a tojás díszítéssel pedig talán megint egy picikét közelebb hozhatjuk ezt a gyönyörű kézműves hagyományt. Ehhez tartozó információkat a honlapunkon megtalálhatnak, és várunk mindenkit, mert a beérkezett pályaművekből mi szeretnénk egy kiállítást is megnyitni, amiben a bátor vállalkozók megtekinthetik az ő alkotásaikat. Akkor akár már most ezen a hétvégén el lehet kezdeni az első próbatojásokat festeni, ami nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ha már múzeumfalu, akkor pillancsunk vissza szombatra, amikor disznótoros fesztivált és Böllért versenyt tartottak itt. Erről láthatnak egy összefoglalót a következő percekben. A Szabolcs Néptánc Együttes és a Lajtorjász zenekar produkciója nyitotta meg hivatalosan az 5. Nyőségi Disznótoros Fesztivált és a 21. Nemzetközi Böllérversenyt. Ez évek óta Nyíregyháza első nagy rendezvénye, a hivatalos szezonnyitó, amikor megtelnek a környék szállodái nem csak hazai, külföldi vendégekkel is. A Nyíregyháza egyetemről is voltak külföldi hallgatók nagyon sokan. Meg is lepődtük rajta, hogy Afrikából, Közel-Keletről nagyon sokan jöttek megnézni legalább az, hogy mi van itt a Sóston. És az 5. alkalommal megtartott rendezvényünk egyébként most a tényleg annyira sikeres az idő miatt is, hogy már most le kellett zárnunk a parkolókat, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, tehát megtelt Sóstónak teljes mértékben ez a része. Gondolom a külföldi vendégekre megkóstoltattátok a jó magyar pálinkát, mit szóltak hozzá? Igen, hát a szeretik. Tehát nyilvánvalóan a magyar pálinkát, aki kóstolja, és az tényleg jó pálinka, azt mindenki szereti. De nem csak azt szeretik, hanem az ételeket is. Nyilván nem ettek még, vagy nem sok ilyen ételt ettek, amit itt kínálnak a disznótoros fesztiválon, és azt hiszem, látszik is a hangulatukon, hogy igen, elégedettek azzal, amit itt látnak. Először egyébként itt Magyarországon, itt Nyíregyházán. Fogópálinkából is sok fogyott a rendezvényen, de a főszerepet természetesen a mangalicából készült ételek kapták. A házigazda sátrában állunk, mi készül ebbe a hatalmas üstben? Ebben toroskáposzta készül, 15 kg lapockából és 25 kg savanyú káposztából. Mikor kezdtétek a munkát, mikor lesz vége? Ez egy összetett kérdés, mert a munkát mi már elkezdtük csütörtökön. Elkezdtük 50 kg húsnak a megtöltésével, kolbászt töltöttünk, pénteken pedig 8 vödör vérből,
abáltuk, mi hagymásvért tárolunk. A toroskáposzta, a hurka, a kolbász, amit tárolunk, az már csak ilyen mellékes plusz. Tehát itt nagyon fontos, tehát hogy nagyon sok előkészület van, folyamat, amit már előtte egy-két nappal meg kell csinálni, hogy tudjuk a vendégeknek prezentálni. Mennyire fárad el a karod így a nap végére a sok kavargatástól? Nagyon elfárad, főleg a jobb karom, és ilyenkor néha átveszem a bal karomba. Nem csak rutinos versenyző csapatok készítették el kedvenc ételeiket a fesztiválon. A következő állomásunk Pátyod itt a Böllér versenyen. Polgármester úr, mi készül a kondérban? Sok disznóság, ha azt lehet így mondani. Hát mi szatmár ízekkel készültünk Nyíregyházára. Töltött káposzta, toroskáposzta, kolbász hurkával, a hagyományos disznótoros ételekkel készülünk. Mitől lesznek ezek az ételek igazán pátyodiak? Pátyodtól, az, hogy pátyodi emberek készítik, szívvel, lélekkel. Hanyadik alkalommal vattok itt a Böllér versenyen, és hogy érzi magát a csapat? Nagyon jól érzi magát a csapat, első alkalommal vagyunk itt most, aztán reméljük, hogy kedvet kap mindenki hozzá, és vissza fogunk térni. Miért döntött úgy a csapat, hogy meg kell mutatni a pátyodi ízeket most itt első alkalommal? Ez egy érdekes dolog, tavaly Tambo Miklós barátom meghívására kilátogattam a Böllér versenyre is. Azt láttam, hogy a mi térségünket nem képviseli senki. Aztán megbeszéltem a kis csapattal otthon, és úgy döntöttünk, hogy megmérettetjük magunkat, úgyhogy eljöttünk ide Nyíregyházára, és megpróbálunk híresek lenni. Jövőre is lehet majd pátyodi ízeket kóstolni? Természetesen. Éhesen én hazamegyek, meggondol a gyomrom, de itthon nézek össze-vissza, jaj, de nagy a gondom. Mert éhes vagyok, nem is látok, van liszt és tojás is. Súly is itt van az asztalon, jöhet a szaggatás is, nagy haja! Jó kis! Ez az! Többet ének el, mint ezerdő, de ettől csak a hasa, azaz! Szabolcs-Szatmár-Berek határán is túlmutat a rendezvény színvonala. A romániai Kaplony csapata évek óta résztvevője a disznótoros fesztiválnak. Idén a legnépszerűbb csapat és a legjobb kolbász címét is bezsebelték a kaplonyi betyárok, akik rengeteg étellel várták a hozzájuk érkezőket. Itten egy nagyon sajátos házi kolbász készül, de egy pillanat át is adom a szót a Főbölérnek, mert én csak egy olyan segéd vagyok, de főnök úr, legyen szíves, én nagyon egy interjút, vagy aki, na jó, akkor. Ez egy házi készítésű sült kolbász. Nagyon titkos recept. Itt, aki itt van, mindenki aláírta a papírt, nem árulja el, miből készült. De disznóhús van benne. De nem csak itt készülnek ételek, hanem néhány kondérral odébb is, ott mi készül? Természetesen. Az egy hagyományos, faluhoz híven böllérleves, aminek a neve Zsolti Böllérleves, amit lehet látni, hogy egy magyaros ízzel felfűszerezett tésztával feldolgozott ennivaló, mellette egy töltött káposzta, az is egy székely módra, de viszont egy magyaros kaplonyi recept, és mellette meg egy töltött káposzta, ami meg saját készítésű. Visszajáró vendégek vagytok, ezzel kezdtem, hogy érzitek ma itt magatokat? Nagyon jó, az idő jó, az emberek jó. Részek vagyok, részek vagyok, berúgtam az este. Hogy megyek én, szép babámhoz Pestre. Mert a Jack Daniels meg a pálinka, így módon hat a lábamra. Táncolunk és vigadunk, Janikával bulizunk. Az egész napos rendezvényről a Népi Játszóudvar és a Busók sem hiányozhattak. A napot pedig a Balkán Fanatik koncertje zárta. Ablakon paráltam, kedves fiolát, ablakokból észre horkol az út.
Tegnap ünnepelhettük a DJ-k világnapját. A műfaj az 1950-es években Amerikából indult, de a 90-es évekre Magyarországot is meghódította. Ennek apropóján vendégünk két olyan személy, akiket biztos, hogy ismerhetnek a nézőink, DJ Hajnal és DJ PG. Sziasztok! Szia, üdvözlünk a téged is, meg a televízió nézőket is. Bár hozzáteszem, mert utána felkonfoltam, hogy én majdnem, hogy már ilyen ex-DJ vagyok, mert ugye tulajdonképpen én már az a generáció vagyok. Kiöregedtél? Szerintem ebben nem lehet egyébként kiöregedni, bár PG volt az, aki a mi generációnkat azért követte, mert azért a diszkózásban most szerintem mondhatom, az egy óriási nagy fordulat van most jelen pillanatban. Talán PG inkább az új hullámos DJ-ket képviseli, én pedig inkább a régebbi hullámos diszkósokat. Hát gyakorlatilag igen. Szerintem, hogyha a hallását nem veszíti el egy DJ, akkor akár ülve is tudja tolni, de hát azért kell egyfajta dinamizmus, meg szerintem ami a legfontosabb, hogy azt a fajta rugalmasságot, ami azzal jár, hogy itt jönni-menni kell, és azért egyre jobban elfogadni az új irányzatokat, ahhoz tényleg kell egy ilyen flexibilitás minden szinten, ízlésben is és mindenben. Na hát akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza a múltba, és poroljuk le azokat az emlékeket, vagy esetleg magát azt a motivációt, hogy ki hogyan találta magát a DJ pult mögött, illetve voltak-e mondjuk olyan példaképek, akiknek azt köszönhetitek, hogy azért ezt most már jó pár évtizede művelitek. Én nem tudom, szerintem én elkezdem, mert azért van egy erős átvezetés majd a kettőnk dolgában. De te vagy a mester, és PG a padaván? A sztorinak a végén ez majd ki fog derülni, mert eleve mosolyog ezen a dolgon. Alapvetően én úgy lettem diszkós, hogy ezt nem is én találtam ki, hanem az anyukám találta ki. Igen, én 13 éves koromban, hát ugye már szerettem volna csajozni, és anyukám azt mondta, hogy tökéletes lesz, hogy én el fogok menni egy tánciskolába. Elmentem egy tánciskolába, borzalmasan béne voltam, csetlettem, botlottam ebben a kérdésben, és mondtam neki, hogy figyelj anya, én ezt tényleg megpróbáltam, nem igazán megy ez a kérdés. Sehogy sem, csaj se lett, táncolni se tudok, mi legyen most. Anyukám rám nézett, és azt mondta, figyelj, szerintem legyen diszkós. Hát de mégis azt hogy kell csinálni? Nem tudom, de szervezünk egy bulit, és én ugye alapvetően Kemecséről származom, és ott csináltunk anyukámmal egy ilyen utcabált, és onnan indult el ez az egész történet, elkezdtem gyűjteni a kazettákat, bekerültem főiskolára, már ott is külön kisebb-nagyobb klubokban játszottam, és ugye innen jön majd az áthallás, hogy a PG-vel hogyan ismerkedtem meg, mert egyszer csak szóltak nekem, hogy van itt egy fiú, aki szeretne egy pár lemezt felrakni, ez volt PG, megjelent egy ilyen Panama Jackes táskával, volt benne 8 lemeze, és ő... Majdnem, igen. És ő megjött. Igen, a bekerültem főiskolára, nekem is itt ez a mondat, ahol találkozik a mi történetünk. Hát én előtte ugye nálam is ilyen 13 éves korban ez a tipikusan anyukám, csak ő nem bíztatott, inkább azt mondta, hogy hát figyelj, elromlott a rádiós magnó, vajon miért? Hát az én voltam, mert akkor még próbálgattam én is felvenni a zenéket, nekem is egy ilyen 13 éves korban. Nem tudtam, hogy ezzel mit lehet kezdeni, vagy mit kell kezdeni, és utána volt az, én ugye Nyírszőrösön laktam, és akkor mentem el először bulizni ilyen 15 évesen körülbelül, és akkor láttam, hogy hát ez egy ilyen külön szakma, és akkor kezdett el így érdekelni, meg az, hogy ugye mi annó még én kazettákat használtam, vagy kazettára hallgattuk a zenét, és nekem az egy rendkívüli dolog volt, hogy ezen a régi fekete lemezen olyan zenék vannak, amik mostan is lágerek, és ezeket a DJ lejátszotta, és azt mondtam, hogy nekem ilyen fekete régi lemez kell, amin új zenék vannak, és hát innen indult el a dolog, és utána én is bekerültem főiskolára, akkor már az én mentorom mellett zenéltem, és ő vitt engem el oda erre a főiskolai helyre annó, ahol Guszti már mint házigazda dolgozott. Igen, és hát ugyanúgy, bár rajtam nem látszik, de tesi szakra jártam én is, és akkor vittek oda a tesi szakosok, hogy na akkor, ú, igen, nagyon jó, PG, neked van, jó, a 8, hát 30 darab lemez, 8. Van. De csak 8-at bírtál magaddal vinni. És akkor de oda visznek, és akkor jött a főnök is, hogy na akkor itt van ez a srác, és akkor tényleg Guszti nézett, hogy
ki ez? És akkor igen, mivel ugye egy generációval előbb kezdte a szakmát, ezért is nézett rám furcsán, hogy mit akar ez a gyerek itt lemezekkel. Hát hál' Istennek odaengedett, és hát benne maradtam. Nem csak ezáltal, így benne maradtam így a szakmában azóta is. Hát ennek már pont most számoltam, hogy jöttem idefelé, ennek 25 éve. Emlékszel arra egyébként, hogy mit csináltad abban a pár percben, amíg odaengedted a pulthoz? Volt egy dal, aminek a Avantgarde Get Down című dal volt az, és akkor a PG ezzel nyitott. Erre nagyon, nagyon jól emlékszem, azért emlékszem pont erre a dalra, mert ezt a dalt már akkor én kétszer lejátszottam, és mondtam, miért kell ezt harmadjára játszani? Tehát volt azért bennem is egy ilyen szakmai féltékenység. De mindenkinek dejavűje volt. Mindenkinek dejavűje volt. Az derült ki ebből, hogy ugye mindenkinek van egy mentora, vagy volt egy példaképe, vagy valaki mellett, mint egy kis fegyverhordozó, hordozni kellett a cuccot, meg a hangfalakat, meg nem tudom. A nyáron itt a Kölcsei Televízió egyik műsora kapcsán DJ Szatmári Pistivel is beszéltünk, és ő is mondta, hogy még a kis motorjára így felgumipókozta a lemezeket, és így indult, és ehhez képest ma már valami teljesen más dimenzióban csináljátok. Gondoltátok volna, hogy ekkora változást hoz majd ez a szakma, legalábbis technikában? Hát a fejlődésnek ugye nem lehet az útját állni, szokták mondani, és nem tudtuk előre, hogy mi lesz. Tudtuk, hogy változás lesz, mert ugye a Bakelit lemezek, aminek egyébként most az otthoni hallgatáshoz megint nagy divat van. Hát a 100 000-ért lehet Bakelit lemezeket venni. És utána bejött ugye a CD, amit használtunk, és utána, hogy elkezdett ez a digitális technika teljesen fejlődni, egy pendrive-val elmegy egy DJ zenélni, és egy fejhallgatóval, és már most egy egész estét simán meg tud oldani. Na mondjuk ezt azért ilyen 20-25 évvel ezelőtt én sem gondoltam volna, hogy egy ilyen kis adathordozóról és egy fejhallgatóról most meg lehet oldani egy egész estét. És pedig, még a struktúrája is átalakult alapvetően a diszkózásnak, mert ha annak idén, olyan 25 évvel ezelőtt, mi pénteken reggelente korán keltünk azért, hogy elmenjünk a legújabb lemezeket megvásárolni, és tulajdonképpen az emberek Pestről azért... Pestről nem, Nyíregyházára. És azért jártak az emberek a klubokba, hogy ezeket az újdonsult slágereket hallgassák. De most már inkább tulajdonképpen ilyen zenei szettek vannak, előadóknak zenei szettjei vannak, és abból a másfél órá ilyen kompakt műsorokból táplálkoznak különböző zenei rendezvények, kisebb-nagyobb fesztiválok, vagy akár klubprogramok is. És maguk a szórakozási szokások is megváltoztak, pont azért a DJ-zés megváltozása miatt, mert eddig ugye az emberek egy egész estében gondolkodtak, most pedig ilyen másfél-két órás etapokban járnak egy-egy klubba, vagy egy-egy fesztiválra, egy-egy fellépőre. Tehát azért is megváltozott ez a történet, illetve tulajdonképpen annak idején ezek a technikai eszközök, amik rendelkezésre álltak, arra voltak alkalmasak, hogy egymás után játsszuk ezeket a dalokat. Most már olyan dal részleteket, olyan újakat lehet ezekkel az eszközökkel alkotni, hogy akár egy új zene is létrejöhet ilyen performanceként egy-egy ilyen buliban. Úgyhogy maga a DJ-zés is nagyon-nagyon megváltozott, nem csak a technika. Igen, pont erre gondoltam, hogy ma már mondjuk a világhírű DJ-ket nem is a hangulat, tehát nem a buli hangulata az, ami miatt ő nyilván világhírű lesz, hanem azért, mert tulajdonképpen zeneszerzőkké válnak, tehát olyan dolgokat komponálnak, ami kifejezetten az ő nevükhöz kötődik. És kevés igazán szerintem jó DJ van, tehát hogyha valaki megnézi valamelyik zenei megosztó portálon mondjuk a James Hype-ot, hogy mondjuk ő hogy zenél, és ő tulajdonképpen hogyan alkot egy-egy dalrészletből egy új dalt, vagy mondjuk akár megnézi David Guettát, vagy egy Tiestót, teljesen más stílust fog majd látni. A James Hype az kimondottan inkább ez a diszkós, az a diszkós, amire szerintem érdemes elmenni. A többi pedig, ahogy mondtad, inkább zenei előadókról van szó. Nektek milyen a stílusatok, vagy hogyan apostrofálnátok saját magatokat? Én mindig azt szoktam mondani, és abszolút nem degradáló szerintem a kifejezés. Én ez a tipikus sláger DJ vagyok már 25 éve, tehát hogy én minden zenei stílusban, illetve minden korszakban azért tudom azt, hogy mi a legnagyobb sláger. Tehát, hogyha a házigazdának hívnak mondjuk egy retro fesztiválra, akkor tudom, hogy ott mit kell játszani, illetve ha mondjuk a fiataloknak éppen egy aktuális zenei vonalat kell hozni, abból is tudom, hogy mi a legnagyobb siker vagy sikerek. Annyira azért az összes stílusban természetesen én sem vagyok otthon, én azt mondanám, és ezt
tényleg így használom már nagyon régen, hogy ez a sláger, ilyen házigazda DJ, aki azért tudja, hogy milyen zenei vonalból, mik azok a dalok, amit egy buliban éppen le kell játszani. Te folyamatosan nőrök zöld vagy, mondhatod ezt, ugye? Azt gondolom, hogy én is hasonló kaliberű diszkusnak tartom magam, vagy tartottam magam, és ebből a típusú diszkusból már, amit akár a PG vagy akár én is képviseltem, nagyon-nagyon kevés van. Tehát nagyon kevés olyan diszkus van, aki egy egész estében bármilyen időintervallumban meg tudja találni saját magát. Én sokáig kerestem azt a zenei stílust, amiben én otthonosan fogok mozogni, dolgoztam trance zenékkel, dolgoztam techno zenékkel, dolgoztam ilyen mainstream zenékkel, és egyébként nekem Judit, a volt feleségem mondta annak idején, amikor még fiatal voltam, ezt a kérdést, vagy ő adta számba ezt az egészet, hogy neked miért kell különböző stílusokban alkotnod valamit, amikor úgy mindegyikben jó vagy. Csinálj olyat, amiben tényleg egész este alatt folyamatosan jó zenék szólnak, és nekem ez lett tulajdonképpen a mottom, és ezekből a típusú diszkusokból már nagyon-nagyon kevés van, mert már csak ilyen techno, trance, funky, R&B, soul diszkusok vannak, nincsen olyan diszkus, aki egy egész estét le tud zenélni, vagy nagyon-nagyon kevés. Sőt, ugye gyakorlatilag úgy mennek el órák, hogy nem halljuk a hangjukat, még ugye annó, mikor kezdtetek, akkor teljesen természetes volt, hogy folyamatosan megszólítottad a közönséget, vagy beszéltél is akár hozzájuk, tehát, hogy sok olyan buli volt. Most viszont nem lehet tudni, hogy egy gép az, aki a zenét tolja, vagy pedig ember állotta. De ez miért van? Azért, mert tulajdonképpen, amikor mi elkezdtük ezt az egészet, és elindult a rádiós, kereskedelmi rádiós szakma, ezekből a diszkusokból lett tulajdonképpen rádiós műsorvezető, és ez egy szakma volt annak idején, hát PG is ugyanígy még mindig rádiós műsorvezető, én is sokáig dolgoztam rádióban, és mi erre rá voltunk kényszerülve, hogy a hangunk alapján is be tudjanak minket tulajdonképpen azonosítani, de már ez a DJ-zés, illetve a rádiós dolog is teljes mértékben szétszakadt. Gyakorlatilag van még rivalizálás, vagy igazándiból ti egy ilyen nagy klám vagytok? Hát, nehéz a kérdés. Természetesen van rivalizálás. Az az igazság, hogy szerintem úgy, ahogy telik az idő, úgy azok a nagyon nagy riválisok is egy picit olyan egymás mellé simulnak, meg így tudnak egy kicsit nosztalgiázni azokról az évekről, hogy hú, de nagy riválisok voltunk, de egymás ellen csináltuk a jobbnál jobb bulikat, és ezek a dolgok azért megszépülnek. Nyilván akik most fiatalabbak, úgymond, akik így aktuálisan a szakmában vannak, azok között ugyanúgy van rivalizálás. Egy picit erre akartam is kitérni egyébként, hogy ez már így átvonult a social médiára, mert ez most a DJ-knek sajnos az egyik alappillére, hogy a social médiában hogyan vagy jelen, és hogyan posztolsz napi szinten, vagy hogyan élőzöl. Sajnos az egész világ ilyen, ugye? Ha ott nem vagy jelen, akkor nem vagy. Hát régen a diszkusok azok olyanok voltak, most ez jutott eszembe, hogy egész héten tulajdonképpen osztották egymást, hétvégén meg együtt ittak a bulikban, és együtt zenéltek, tehát másképp ez nem ment. Az a baj, hogy elfogyott az időnk, pedig még az, hogy hova adtatok autogramot a lányoknak, meg hány csajotok volt, meg hogy mik voltak a legnagyobb bulik. Ki mutatkozott, hogy Gina Lorul, szóval ezekről sajnos most nem tudunk beszélni, de hát ha lesz még ilyen ünnep, és akkor meghívunk titeket. Minden esetre az bizonyítja, hogy lehet, hogy két dudás nem fér el egy csárdába, de két DJ teljesen jól megfér egy televíziós beszélgető műsorba, főleg, hogyha az egyiket a másiknak a fiának néznek, ugye? Igen. Pedig egyébként Gusztikám a korodhoz képest nagyon jól nézek ki, és azért ezt simán én megcáfolom. Úgyhogy fiúk, hát akkor sok jó bulit még, akár csak úgy amatőr, műkedvelő módon csinálod, mert ugye most már te nagyon más területen dolgozol, te pedig PG, hát akkor tolja tovább ezt az örök zöld szekeret. Rendben, köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltatok. Kedves nézőink, elérkezett az idő a mai játék kérdéshez. Minek a rövidítése a DJ? A helyes válaszokat ezúttal is a Facebookon várjuk kommentben, mivel két vendégünk volt a témával kapcsolatban. Ezúttal két darab páros mozi jegyet fogunk sorsolni. Most pedig következik a híradó, aztán jövünk vissza a Weekend második részével. Kedves nézőink, a híradó alatt a stáb néhány tagja megcsinált jó pár googolást itt a stúdióban. És hogy miért? Mert Roma Ádám újra kihívás elé állított minket. Szia, jó estét! Szia, jó estét!
És ugye hát mi, vagy legalábbis a stábunk azért szeretnek mindenben támogatni, minden jó dologban, és hát nem csak mi vagyunk így, hanem szerintem már sok tízezren, akik a kihívásaidhoz csatlakoznak. Ugye elsősorban gondolom, hogy a szakács abból gazdálkodik, ami a konyhájában van, egy pedagógus meg elsősorban az iskolában próbálja jó ügy mellé állítani a diákokat. Mesélj erről az új kihívásról. Hát köszönöm nektek is, és mindenkinek. Igen, március 1-től április végéig tart a kihívás, most guggolunk. Korábban volt futás, kerékpározás, fekvőtámaszkozás, és most már kialakult egy olyan mag, akiknek van igényük, hogy mindig legyen valami mozgásforma, és a kihívások között szokott lenni szünet, azt gondolom ez fontos. Most eltelt 2 hónap, hogy idézem, nem csináltunk együtt semmit. Most megint van egy ilyen kihívás, és nagyon jól alakul, mert 120 ezer guggolás már összegyűlt a 8. napon. Egy picit elevenítsük már fel a korábbiakat, illetve a számokat. Gondolom, hogy ez neked kapásból megy, hogy miből mennyit sikerült csinálni az elmúlt időkben. Ez is nagyon jó kérdés, körülbelül tudom már csak. Volt 1 millió fekvőtámasz, ez a 3. szériában, ezt 2 hónap alatt sikerült megvalósítanunk, de az első sorozatban például 3 hét alatt sikerült 100 000 fekvőtámaszt. Én is ugye úgy gazdálkodok, hogy mindig számolom, hogy akkor most mi a reális cél. Nem szabad azt gondolom, hogy túlságosan nagy számot sem kitalálni, de olyan sem kell, hogy ne legyen kihívás. Volt, hogy a kerékpározásnál az egyenlítőt körbe tekertük, 40.076 kilométer, remélem jól mondom. Futásnál is volt, hogy 21 nap alatt 25 000 kilométert futottunk, szóval tényleg nagyon szép számok gyűltek már össze, és hát minden kihívásnak az a cél, hogy a sport mellett a közösséget is erősítsük. Most ez a guggolás elég egyszerűnek tűnik, mert azért a fekvőtámaszt, hogyha az ember helyesen csinálja, akkor ugye nem olyan könnyű, futni nem mindenki szeret, de mondjuk guggolni, hát a mindennapi életünk során is ugye nagyon sokszor kell, akár egy takarítás közben is. Vannak-e ennek a guggolós kihívásnak bármiféle szabályai, aminek meg kell felelni, hogy mennyire kell leguggolni, egyszerre hányat lehet, és azt hová kell majd jelenteni? Természetesen fontos, hogy szabályosan végezzük ezeket a gyakorlatokat, de azért nem nézzük annyira szúrós szemmel, hogyha most nem teljesen szabályos az. Egy ilyen videót készítettünk az egyik barátom, és azt elküldtem a csapattagoknak, tehát azt gondolom az a fontos, hogyha tényleg szabályosan valósítjuk meg, és ha már említettem ugye a csapattagokat, van egy zárt csoport, amikor jelzik nekem, hogy be szeretnének lépni, akkor én hozzáteszem őket a csoporthoz, és oda számoljuk ezeket a gyakorlatokat, de nem kötelező a fotó és a videó. Azt gondolom, hogy becsületesen zajlanak ezek a kihívások, hiszen mi értelme lenne beírni egy számot, miközben én meg sem csinálom, de azért időnként szoktam kapni fotókat, illetve videókat, és nagyon sok esetben csapatok végzik, nyíregyházi sportcsapatok is, akiknek a vezetőjük leírják, hogy adott héten mennyit gyűjtöttek össze. Ugye azt gondolom, hogy fel sem merül senkiben, hogy ezek a számok nem valósak. Mondhatjuk azt, hogy már mondjuk a nyíregyházi csapatoknak is egy presztízs az, hogy mondjuk csatlakozzanak egy-egy ilyen kihíváshoz? Remélem, és azon dolgozok én is, hogy legyen így. Azt vettem észre a kihívások során, hogy az emberek nyitottak ezekre a mozgásformákra. Itt azért nem kell, mint egy ilyen sportolónak teljesíteni, hanem inkább az, hogy én is hozzáteszem a részem, és a sikernek én is a részese szeretnék lenni, és ugye nagyon sokszor Nyíregyházán is vannak futó fesztiválok, kerékpáros megmozdulások, és hogyha több százan vagy ezren összegyűlnek, az már önmagában egy jó érzés, látom, hogy a másik is megvalósítja, nálunk is így történik, gyűjtögetjük a kilométereket, illetve a darabszámokat. Ádám, én hamarabb tudtam azt, hogy te kerékpározol, mint azt, hogy pedagógus vagy, és ugye hát a pedagógiában is nagyszerű eredményeket értél el, kitüntetéseket kaptál, igazi komoly motivátor pedagógus vagy, aki sok mindenre lelkesít, most már futó, nagykövet is vagy. Mi az, amit a sport ad neked a mindennapi élethez? Nagyon sok mindent. Kitartás az mindenképp.
Én azt gondolom, hogy mindenkinek vannak olyan napjai, amikor feszültebbek. A feszültséget itt vezessük le, ne egymáson, szoktam mondani. Mindenképp örömöt, hát azt gondolom, hogy ezt mindannyian tudjuk, hogy a sportnak van egy ilyen hatása is. Illetve nagyon szeretek tényleg mozogni, és a dr. Kis Gergő, háromszoros olimpiai bajnok mondta, hogy az ember mozgásra született, tehát az, hogy sokat ülünk, és nagyon sok embernek a munkája úgy zajlik, hogy nem nagyon keveset mozog, ezért kötelező saját magunk miatt megtalálunk azt, hogy én hogy tudom akár így is változatosabbá tenni a napjaimat, az életemet. Az életem egy része a mozgás nekem is. Hát igen, ugye berozsdásodnak az ízületek, és persze vannak olyan napok, amikor mindenki nagyon fáradt és nehezére esik esetleg egy ilyen kihíváshoz csatlakozni, de hát azért még nagyon idejében vagyunk, március elején, aki most látja ezt a műsort és szeretne, és úgy érzi, hogy képes ő is, és az egészsége, fizikai állapota lehetővé teszi, akkor milyen módon tudnak a kihíváshoz csatlakozni a nézők? A közösségi oldalon megkeresnek Roma Ádám néven, és én hozzáteszem őket a csoporthoz, és mindenkinek, ahogy erre ideje van, végezeket a gyakorlatokat, szeretettel várunk mindenkit. És akkor jó kis izmos vádlik és combizmok villannak majd a tavaszi sortokban, reméljük. Ádám, köszönjük szépen, és további kellemes és hasznos kihívásokat kívánok, hiszen azt gondolom, hogy ezek igazándiból lehet, hogy fárasztóak, de a végén mégiscsak egy nagyon jó kellemes érzést okoznak. Köszönjük, hogy itt voltál. Így van, köszönöm én is. Kedves nézőink, Önöket is arra biztatjuk, hogy csatlakozzanak a kihíváshoz. A következő percekben pedig a Kálai gyűjteménybe látogatunk, ahol nemrég egy különleges foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, és természetesen googolhatnak, miközben nézik az összeállítást. Lehet, hogy az angol agárnál nem gyorsabb, de nyulat azért alfa, ez a német vizsla is képes elkapni, meséli Papp Tamás vadász a gyerekeknek Nyíregyházán a Kálai gyűjtemény udvarán. De nem csak futni, hanem engedelmeskedni is tudnia kell. Folyamatosan követnie kell minket, minden feladatot csak parancsolra hátul. Vagy pedig kézjelre kell dolgozzon. Ami minden munkát fegyelemmel kell, hogy kísérjen. Minden egyes folyamatnak, ugye, amiről már beszélgettünk, lehet kéz, hang, vagy pedig sípszó jelzése, amire a kutyának mindenre tudnia kell dolgozni. Papp Tamás azt is megmutatta a gyerekeknek, hogy a vadászkutyákat milyen játékokkal készítik fel a későbbi nagy feladatokra. A vadász úgy véli, a német vizslákat sokan szívesebben fogják ma már munkára, mint a magyar vizslákat, mivel azoknál a fajta nemesítés és az esztétikai szempontok gyakran fontosabbá váltak, mint a vadászati célok. Bár több szakfolyosót is talált keresés közben, Alfa végül magabiztosan hozza elő a gyakorlás során eldugott vonszalékot. És ami most következik, arra már tényleg csak kevés négy lábú képes. A következő játékszituációban azt mutatja meg a vadász, hogyan kell Alfának visszafognia magát, ha még élő vadat talál. Tehát az orrával mutatja az irányt, hogy a buta vadász, te nem érzed a szagát, hogy hol keresd a vadat. Ez pedig már a Kálai gyűjtemény emeleti kiállítóterme, ahol dr. Karakó Lászlóné Antalóczi Erzsébet festmény kiállításához kapcsolódóan tart bemutató foglalkozást Fazekas Gergely a hazai vadon élő állatokról. A Kálai gyűjteménynek kötött a megyei vadászkamara egy együttműködési megállapodást, hiszen a céljaink és a elérendő eredmények azok nagyban egybevágnak. A vadászkamának van az Ismer meg a vadászokat ifjúsági program, ahol az a cél, hogy a gyerekeket megismertessük a vadgazdálkodás rejtelmeivel, illetve leginkább az állatokkal, azokkal a környezeti tényezőkkel, amiket mi vadászként jól ismerünk, ők pedig gyermekként vagy fiatalként valószínűleg nem találkoztak még vele. A Kálai gyűjteménynek pedig számos olyan kiállítása van, ahol ugye megfordulnak ezek a fiatalok, és ezt próbáltuk meg összekötni egy együttműködési megállapodás keretében, hogy mind a ketten ennek hasznát lássuk, illetve ne is mind a ketten, hanem alapvetően a gyerekek, hiszen itt, amikor van egy kiállítás a múzeumba, és mi be tudunk csatlakozni valamilyen múzeum pedagógiai feladattal, akkor mi eljövünk és tartunk előadásokat. Ha őnekik van olyan gyerekfoglalkozás, amikor ki tudnak, vagy ki szeretnének jönni hozzánk a székházba egy ilyen foglalkozásra, akkor ők
tudják kihozni a gyermekeket, és azt gondolom, hogy a legfontosabb ebben az együttműködésben az, hogy a gyerekek minél több minden információhoz hozzájussanak. Biztos láttatok már a tévében ilyet, hogy mennyi szarvaszaladát az úton szoktam mutatni minden évben. Az nem magától megy, tehát annak lenne jobb dolga, mint ott szaladgálni. Fazekas Gergely vadász a mai foglalkozás egyik fő témájául a szarvasok agancshullását választotta, amely sokakat csábít országszerte erdőbe a trófeák megtalálása reményében. Gyakorlatilag ugye ez az agancshullajtás időszaka itt a február végétől megindulóan. Nekünk itt a megyében olyan nagy gondot nem jelent. Nem jellemző itt a megyében az, ami Dunántúlon több esetben jellemző, hogy kimondottan nyerészkedési céllal ilyen agancsgyűjtők járnák az erdőt. Ezek az agancsgyűjtők nyilván ilyenkor megzavarják a vadat, ebből alakul ki az, hogy ezek a szarvas ruddik ugye sokszor nem kívánatos helyen vagy kontrollálatlan módon ugye megjelennek az úton, átszaladnak, és abból baleset van. Nálunk ez nem jellemző. Egyrészt agancsot sem gyűjtenek ennyire szervezetten, másrészt, hogy mondtam, és nincs olyan mennyiségű szarvasunk, hogy ilyen nagy szarvas csapatokban ruddikba összeállnának. Fazekas Gergely hangsúlyozta, hogy egy-két kisebb agancs hazavitele a joggyakorlat szintjén nem szokott büntető eljárást eredményezni, de a nagyobb tételben illegálisan otthon tartott agancsok esetében, vagy tettenérés következtében akár több milliós büntetést is ki lehet szabni. Maga a vadászati törvény, ami ennek a területnek a jogforrása, egyértelműen rögzíti, hogy a vad és annak minden származéka, legyen ez tojása, hullajtott agancsa, bármilyen része, a magyar állam tulajdona. Ugye ezt a vadásztársaság vadászata jogosult kapja haszonbérbe, ő hasznosítja. Tehát innentől kezdve, hogyha én találtam egy elhullajtott agancsot kint az erdőbe, legyen az a legkisebb őzagancs, vagy a legnagyobb szarvasagancs, teljesen mindegy, az nem az én tulajdonom. Az, hogyha elviszem, az kvázi egy tulajdonnak a elvétele, kvázi lopásnak minősül. A vadászkamara titkára arra is felhívta a figyelmet, hogy a szarvast gázoló autókban keletkezett kárért egyedül a sofőrt terheli a felelősség, így sem az erdőgazdálkodások, sem a vadászkamara nem illetékes az esetleges javítatás költségeit átvállalni. A szarvas agancs hullajtás időszakában tehát érdemes fokozottan figyelni az országutakon, és emlékeztetni magunkat arra a mondásra, miszerint nem a szarvas megy át az úton, hanem az út megy át az erdőn. Néhány perccel ezelőtt Roma Ádámmal googoltunk, de ha önök szívesebben kipróbálnának más mozgásformát, ráadásul közösségben, akkor arra remek lehetőség a 10. Mozdulj Nyíregyháza, ami február 27-én indult. Vendégünk Hornyák Enikő. Szia, Enci! Szia, szeretettel köszöntök én is mindenkit! 10 éve beszélhetsz erről a témáról, szerintem nincs olyan kérdés, amivel már ne bombázott volna a médiából valaki, de közben pedig ugye nyilván egyre magabiztosabb vagy, hiszen egy ilyen rendezvény, amit gyakorlatilag azok követelnek, akikért ez létrejött, és ugye egyre nagyobb számban szerintem, tehát ez egy óriási nagy mozgalom, vagy már lehet inkább életformának, vagy szenvedélynek nevezni? Aki ebbe egyszer belekóstol, hogy érzed? Fú, nagyon szép gondolatokkal kezdted. Igen, 10 év visszatekinteni az első lépésekre, és most látni egy ilyen mozgásrendet, ahol tényleg már egy A4-es lapra nem férünk fel, annyi mozgásunk van. Ez egyrészt tényleg a nyíregyháziakért van, és neki köszönhető. Itt gondolok egyrészt azokra, akik aktívan részt vesznek a foglalkozásokon, és tényleg bombáznak minket folyamatosan, hogy mikor indulunk, és ha szünet van, akkor mikor lesz már újra mozdulj, illetve azoknak az oktatóknak, akik ugye nagyon sokan most 10 éve már, hogy velünk tartanak, hiszen nélkülük ez nem működhetne, illetve azért én tényleg örülök annak, hogy 13-ban polgármester úr mögé állt az egész mögé, és emlékszem, akkor még csak 12 foglalkozással indultunk heti szinten, és saját keretéből finanszírozta, most pedig, ha ki megnézi a legfrissebb mozgásrendünket, hétfőked több mint 14 foglalkozásunk van, és ugye a hét többi napját is, ha nézzük összesen, most már heti 40 foglalkozással és számos nagy rendezvényel, fit eseménnyel várjuk a nyíregyháziakat, és sokszor azért a megye egyéb városából érkezőket is. Igen, arról is többször beszéltünk, hogy jó dolog úttörőnek is lenni, meg hát egy olyan városnak, ahova eljönnek esetleg, hogy elcsenjék, vagy ellopják a titkot, vagy magát azt, hogy hogyan lehet egy ilyen dolgot egyre
jobb színvonalon és egyre bővebb kínálattal csinálni. Én azt gondolom, hogy ennek a sikernek ugye az első és a legfontosabb alapreceptje az, hogy egyszerűen kell az elhatározás, hogy ha bármi történik, akkor ez meg lesz. A másik pedig ugye az a fajta motiváció, amit aki sportol, az azt gondolom, hogy megél minden nap. Én most ezen a női futáson voltam kedden, Nyíregyházán a Sóstói erdőben, és akkor ott volt egészségmérés is, testzsírszázalék, koleszterin, mindenféle, és meg is kérdeztem ott a kolléganőket, és azt mondják, hogy szinte mindenkinek jó volt a koleszterinje. És mondom, most vagy a gép romlott el, aztán rájöttünk, hogy nem, mert azok az emberek, akik elmentek, azok azért rendszeresen mozognak. Akár nyugdíjasok, például Nordic Walkingoznak. Tehát valóban jó visszajelzés az, hogyha valamit csinálsz, akkor az egészséged meghálálja. És az is egy kiváló dolog, hogy akár nyugdíjas korban is el lehet kezdeni mozogni, tehát soha nincs későn. Úgyhogy ez most csak egy ilyen körítés volt, és térjünk vissza akkor most erre a 10. jubileumi esztendőre, ami, ahogy mondtad, nem fér el már egy A4-es lapra. Bővült a kínálat a 9-hez képest? Én azt gondolom, hogy inkább arra legyünk most büszkék, hogy tudjuk tartani a tavaly ősszel összerakott mozgásrendet, hiszen mindenki tudja, hogy az energiaárak mellett nagyon sok tornaterem bezárt, viszont mi változatlan tartalommal tudjuk biztosítani, és a számos ponton összesen talán 21 helyszínen vagyunk, már nekünk is néha nehéz összeszámolni. Itt akár városi létesítményre gondolok, atlétikai centrum, vagy nem sokára visszatérünk a Conti Arénába, a városi uszodába, de ott vagyunk számos tornateremben, ugye a külterületi részeken is, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy meg tudtuk tartani azt a nagyon gazdag kínálatot, amit tavaly ősszel összeállítottunk, illetve tudunk megújulni. Most például május 1-én készülünk egy Fit Város eseménnyel, ami pont erről szól, amit te is mondtál, hogy a mozgás az nem csak maga mozgás, az egy egészséges életmód, egészséges táplálkozás, pont megelőzzük azokat az egészségügyi problémákat, amik ugye a mindennapjainkban azért fejünk fölött lebegnek, nagyon sokan 8-10 órákat ülnek gép mögött, keveset mozognak, étkezésükre nem tudnak annyira odafigyelni, gyors éttermekbe kajálnak, vagy csak beszaladnak valamit bekapni, illetve maga az, hogy van egy olyan rendszer Nyíregyházán, ami ezt segíti majd fitmérésekkel, sportszervezetekkel, tehát igyekszünk készülni, és úgy városi szinten ezt a 10 éves jubileumot úgymond tényleg egy olyan szintre emelni, ami a nyíregyháziaknak megmutatja, hogy nem csak sportos város lehetünk, hanem tényleg egészséges város is. Akkor tulajdonképpen ez a nagy fit ünnep, azt mondhatjuk, hogy egyben egy jubileumi ünneplése lesz az egész évnek? Hát nagyon reméljük, igen, hogy nagyon sokan kilátogatnak majd, és látják azt a gazdag kínálatot, lehetőséget, és akár még többen kedvet kapnak, akár a mi foglalkozásainkhoz, akár azon sportszervezetekhez való csatlakozás, vagy csak simán fitness termekben való résztvétel, mi nagyon bízunk benne. Ott gyakorlatilag minden lesz, tehát mindent meg tudnak nézni azok, akik kilátogatnak? Igen, egy ilyen sportos majálissal készülünk, számos sportági bemutató, kipróbálása azoknak. Mi tényleg azt gondoljuk, hogy kortól is nemtől függetlenül, mert ez nagyon fontos még ugye a Mozdony Nyíregyházában, hogy 6 éves kortól egészen ugye már csak az elhatározás az életkortól függetlenül magas szintig lehet mozogni, sőt, mi biztosítjuk a lehetőséget, és ezáltal adunk egy ilyen kis közösségépítő jelleget is, hiszen ha valaki elmegy egy csoportos foglalkozásra, egy-két hét után már az ismerős arcok szerintem erőt adnak, hogy lehet, hogy én fáradt vagyok, és munka után már inkább hazamenne az ember ledőlni, de mikor már ott van, nagyon jól érzi magát, és vált még két olyan szót, amit tényleg nem csak a testnek, hanem a léleknek is. És azért ne felejtsük el, hogy aki nagy családban él, annak azért jó, mert esetleg egy picit kitör a mindennapi mókuskerékből, és ott egy más szerepben lehet, aki pedig egyedül él és magányos, akkor ott egy családra talál. Elfogyott az időnk, Enci, egyetlen egy dolog jutott még eszembe, akikről nem beszéltünk. Azokról a szakemberekről, akik ezeket a foglalkozásokat tartják, én azt gondolom, hogy már az is egy presztízs, hogy valakit felkértek például egy-egy ilyen, mondjuk egy gerincjóga, vagy egy bármilyen mozgásformának a megtartására, és ők valamennyien szerintem a legjobbjai a szakmának. Igen, én is azt gondolom, hogy ők mind szakmailag, mind emberileg. Ők itt nem a pénzért csinálják, nem azért a foglalkozási óradíjért igazából, hiszen az elenyésző ahhoz képest, hogy mennyit tudnának lehet egy magánórán megkeresni, nekik ez tényleg nekik is hivatássá, elköteleződésé vált, és tényleg bennük is ott van az a tudat, hogy tegyünk a közösségért, együtt, egymásért, és tényleg az egészségünkért. Köszönjük szépen, Isten éltesse mindenkit, aki a mozdulóban benne van. Köszönjük.
Kedves nézőink, megértem, ha hirtelen nem tudnak választani a sok lehetőség közül, amíg átgondolják, mi lenne az ideális mozgás, mutatunk egy kis részletet a legújabb 80 nap alatt a Föld körül című műsorunkból. A darab Mínáksi istennő történetét beszéli el. Tamil nyelven a Mína halat, míg az Áksi szemet jelent, ami az istennő gyönyörűen ívelt szemére utal. A tánc az istennőhöz intézett fohásszal kezdődik. Dicsőség néked, Mínáksi, ki Madurai városában születtél, és szemed halformájúan ívelt. Oroszlánon lovagolsz, nyilad halára sebzi a démonokat. Alakod tökéletes, arcod elbűvölő. Elraboltad Sívának, a világ uralkodójának a szívét. Majd a történet Mínáksi születésével folytatódik. Madurai városának királya már nagyon öreg, és ezért gyermekáldásért fohászkodik az istenekhez. A védikus hagyományoknak megfelelően négyzet alakú tűzoltárt épít. Ahogy a tűz egyre magasabbra csap, kipattan belőle egy kis istenleány. Ám ahogy a gyermeket kézbe veszik, kiderül, hogy három mellbimbója van. Ekkor hangzik el az égi szózat, hogy a harmadik csak akkor tűnik el, ha megtalálja élete igaz párját. Először Lakshmi, a szerencse istennője jön köszönteni a gyermeket. Majd Sarasvati, a művészetek istennője fejezi ki hódolatát. Mínáksi felcseperedik, és a fiú utód híján ő áll a hadsereg élére. Az egész világot meghódítja, míg nem Síva a főisten birodalmához nem ér. Síva felébred a nagy zajra, és körültekint birodalmában. Majd megpillantja a hadsereg élén álló gyönyörű istennőt. Síva és Mínáksi tekintete összeakad, majd a harcos nő egy szempillantás alatt lábával a földet kapirgáló szemérmes kislánnyá változik. A tánc a dicsőítő imákkal kezdődik majd, utána elmeséli Síva és Mínáksi találkozását, majd végül az istennő születésével zárul. Nem tudom, hogy a kedves közönségben fölmerült-e közben a Mahábharata néhány foszlánya részlete, de olyan volt, nem, mintha gyönyörű Szávitrit láttuk volna, már csak Szatyaván hiányzott mellé. És hogyha mi gyönyörű művésznőnk úgy gondolja, akkor hallom már, és indulhat a zene. Tell my dear,
Folytatást és a teljes adást március 14-én, kedden 20 óra, 25 perctől nézhetik meg itt a Kölcsei Televízión. A mai víkend viszont sajnos a végéhez ért, tartsanak velünk a jövő héten is, amikor irodalmi tea délutánról és a BMX-es sikerekről is szó lesz. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes pihenést kívánok, viszontlátásra!